Mindenki sok szeretettel köszöntök, a mai alkalommal megnézzük, hogy milyen szoftverekre és adatforrásokra van szükségünk, hogy az első térbeli adatbázisunkat el tudjuk készíteni. Első lépésként meg kell látogatnunk a Spatialite honlapját, és ezen a nem túl összetett nyitó oldalon, itt jobb oldalt a Downloads and Documentation linkre klikkelve, egy letöltő oldalra fogunk navigálni, és itt, ezen a letöltő oldalon, itt alul a Microsoft Windows binárisokat lehet itt letölteni. A legújabb verzió az itt látható ugye a Next Generation binárisok 32 és 64 bites verziói az adott linkekre klikkelve érhetőek el, de mi most nem ezt fogjuk használni, hanem a stabil verzióval fogunk dolgozni, és ugye 64 bites verziót kell a legtöbbünknek letölteni, hogy olyan az operációs rendszerünk. Klikkeljünk rá, ugye ez a letöltő ikóra, ami itt látható. Ha ráklikkelünk, akkor bejön egy lista nézet, és ebből a listából nekünk most a Specialized GUI névre hallgató binárisra lesz szükségünk. Ez az a kis alkalmazás, ami grafikus felületen keresztül teszi lehetővé a téradatbázisok kezelését. Töltsük is le! A letöltött bináris állományt ki kell először csomagolnunk. Ha ez megvan, akkor lépjünk bele a mappába, és egyszerűen csak klikkeljünk a Specialite aluvonás gui.exe állományra. Megkaptuk a téradatbázishoz a grafikus felületet. Ez nagyon hasonló a DB Browser for SQLite alkalmazáshoz, csak itt kifejezetten a térbeli lekérdezésekhez szükséges, térbeli adatforrások kezeléséhez szükséges funkciókat egy ilyen nagyon egyszerű, letisztult grafikus felületen keresztül tudjuk elérni. Ebben fogjuk összerakni az első adatbázisunkat. Ehhez meg kell látogatnunk a Spatialite-nak a weboldalát. A Spatialite weboldalán van egy úgynevezett cookbook, amiben különféle témákat lehet áttekinteni, könnyen érthető angol leírás mellett. Ebből a cookbookból fogunk mi is egy-egy fejezetet feldolgozni. Célszerű az elején kezdeni, az első fejezettel. Az első feladatunk az, hogy a térbeli adatbázisunkhoz szükséges adatforrásokat megszerezzük. Olaszországnak a közigazgatási rendszerét fogjuk felépíteni, azért Olaszországét, mert a Spécialized fejlesztője egy olasz ember, és a felépített adatbázison fogunk térdekérdezéseket megfogalmazni. Először is töltsük le az első adathalmazunkat. Klikkeljünk erre a linkre. Mielőtt a letöltése kanyarodnánk, nézzük is meg, hogy mi lesz a letöltendő állományokban. Ugye egyrészt shapefile formátumban kapjuk meg a téladatokat, és régiók, megyék, és úgymond közösségek, tehát lakóhelyeknek, a lakott területeknek a, a fálományait tudjuk majd az adathalmazból kivenni. Itt látható ugye Olaszország, és ugye a legnagyobb közigazgatási egysége a régió, ami ugye talán angol nyelvterületen az államnak feleltethető meg. A következő közigazgatási egység a provincia, ami leginkább a megyének feleltethető meg számunkra, és ugye végül pedig ugye a közösségek, amik ugye a lakott területeket jelölik, mint a városok, falvak és a többi. Ezekből kell majd nekünk, Ö, Olaszországnak a közigazgatási térinformatikai adatbázisát felépítenünk. Ugye itt látható a térkép egyébként, de erről sokat lehet olvasni a Wikipédián, hogyha valaki ezt jobban meg szeretné érteni, akkor lapozzon az adott Wikipédia szócikre. Az adott adott forrást erről a linkről tudjuk letölteni, ez egy ingyenesen elérhető adatforrás. 2011-es adatok fognak szerepelni a, a tömörített állományban, shapefile formátumban. Hogy mi a shapefile, arról majd egy kicsit később nagyon röviden beszélek. De amit még tudnunk kell, hogy ugye ezek a térbeli adatok valamilyen vonatkoztatási rendszerben vannak értelmezve, Erről is majd lesz egy külön videó. Ami itt nekünk fontos majd, hogy lássuk, hogy SRID 32632, tehát VGS 84 rendszerben vannak az adatok, és Windows Latin 1 vagy kettő kódolásban szoktak ezek az adatok lenni attól függően, hogy ugye honnan töltsük le, és a geometria típus pedig multipoligon, erről is majd lesz szó. Nosza, most töltsük le az adatokat. Klikkelünk, megjelenik az adott fájl, és lementjük. Rendben van. Ez lesz az első és elsődleges fő adatforrásunk, amivel dolgozni fogunk. Ezen kívül még letöltjük a ezer legnagyobb városnak az adatbázisát. Erről is lesz itt egy hosszabb leírás. Klikkeljünk erre a linkre, ami itt látható, hogy megkapjuk a városoknak az adatbázisát. Vagy itt fölötte, bocsánat, vagy itt fölötte, ez a link is működhet. Általában egyik vagy másik működik, letöltjük. Itt ugye megint csak az adatok, amikben értelmezzük, ugye a térbeli adatokat, majd itt lesznek oszlop nevek, kolomb 6 és kolomb 5, aznak az abban lévő koordináták, ugye XY vagy hosszúság szélesség, azok SRID 4326-os vonatkoztatási rendszerben ö, vannak értelmezve UTF-8 kódolással. Itt lejjebb pedig látjuk, hogy a... Adatforrásban a különféle oszlopnevek, azok mit is takarnak. Itt még jobban érthető, hogy a COL 005, meg COL 006 az a latitude-longitude koordinátákat jelöli. Itt pedig a leírás részben látható, hogy igazándiból ugye VGS84 rendszerben lesznek a számok ö, értelmezve és adnak ki egy koordinátát. A többi oszlopot is ugye érdemes majd áttekinteni, de a legfontosabb, akkor majd beszélek. És az utolsó adatforrás, amit a Cookbook használ a tutoriálok alatt, az a ö, vasúthálózat. Ezt innen az OpenStreetMap adatbázisából le lehet tölteni, klikkelünk rá, Mentünk, és megint csak ugye srid, a shapefile az srid-ja, és a geometria típusa pedig multiline string, amivel le vannak írva. Az első dolog, hogy ugye elindítjuk, hogyha nem tettük volna meg, vagy bezártuk volna a spatialite GUI alkalmazást. Létre kell hoznunk egy új adatbázist, azért, mert látszik, hogy egyelőre nem kapcsolódunk sehova, nincsen DB-nk, adatbázisunk. Ezért létrehozunk egy új adatbázist. Creating a new mt SQLite DB. Klik. És itt most egyelőre az asztalon létrehozzuk a fájt. 2011 Itali pont névvel fog hallgatni az adatbázisunknak a neve. Rendben van. Bizonyos adatokat táblákat már létre is hozott a Spatialite rendszere. Ugye metaadatokhoz szükséges táblákat azonnal létrehozta. Első lépésként be kell importálnunk a fájlokat, ugye amik leírják a formát, a téradatoknak a térbeli kiterjedését, az alakját, ezért is nevezzük őket fájloknak, Erről többet a Wikipédia oldalán tudunk olvasni. Ugye a shape az az alak forma jelentéssel bír, és vektorgrafikus fáj van szó. Itt szépen látható, hogy hogyan lehet leírni ugye a pontok, vonalak és poligonok rendszerével, hogyan lehet ugye modellezni egy térbeli alakzatot vagy problémát. A shapefile egyébként nem csak egyetlen egy fájlból áll, hanem különféle fájlokban tartalmazza a geometria alakzatokat, a koordinátákat, ugye, az alakzatok attribútumait és az egyes adatrekordok közti kapcsolatokat. Tehát ez mind, amikor sépfájlról beszélünk, akkor ezekről is beszélünk. Most menjünk vissza a Specialite GUI alkalmazásba. Tehát most, hogy tudjuk mi az a shapefile, be kell importálnunk Olaszország közigazgatási egységeinek az adatait, ehhez virtuális shapefile réteget fogunk létrehozni. A földgömb alatt egy kis linken, ez az ikon jelöli a virtuális shapefile, hát mondjuk úgy, hogy adattáblát, ami nem igazi adattábla, ugye egyből meg kell száfolnom magamat, hanem egy memóriában lévő olyan tábla, típus, amin már SQL lekérdezéseket lehet futtatni, de még nem minden SQL lekérdezés képes felelni. Na most mi az adatokat a Adatset, Dataset mappába pakoltuk. Itt vannak a zip állományok, és ezek közül csomagoljuk ki mindegyiket. Ugye először is a Olaszország közigazgatási egységei tartalmazó mappát. Ha ebbe belemegyünk, akkor ebbe van egy almappa, meg egy licenszfájl, és ebbe belemegyünk, akkor ugye itt lesznek szépen a régiók, provinciák, meg community-nek a adatai. Ha belemegyek a régióba, akkor itt van maga a shape file, SHP és a metaadatok, meg a táblák közötti kapcsolatokat leíró fájlok. -ok. Rendben van. Akkor ami még fog kelleni, a cities, 1000.zip, ezt is ki kell csomagolnunk. Jó, ez egy txt file, jó, ez egy veszővel elválasztott, szeparált txt file, amiben az adatok ugye veszővel vannak elválasztva, majd erről is beszélek. És akkor még van a vasúthálózat, kicsomagoljuk, megint van egy licenszfájlunk és itt van ugye a vasúthálózat sép állománya, amit majd be kell olvasnunk a kurzus vége fele inkább. Most ezzel nem foglalkozunk. Rendben van. Tehát megvannak a adathalmazaink, és akkor visszatérünk ugye a virtuális shapefájba, és most már a dataset mappába lesz adat, kiböngészünk először a régiók az Régió shape, Megnyitjuk. Ugye tábla nevet kell adnunk, jó? Legyen a táblánknak a neve a következő, hogy reg, alulvonás 2011, alulvonás es, ez jelöli azt, hogy ez egy shape, ez egy virtuális shape tábla, nem igazi adatbázis tábla, jó, ez fontos. Meg kell adni az SRID-t, ami 32 632 Jó És ezután mi meg kell adni a karakter kódolást Ami Windows Latin 1 CP 1252 néve a hallgat, kiválasztjuk A naptárformátummal most nem foglalkozunk Jó, oké okay. Ha minden jól ment, beolvastuk a shapefile -t. Jó itt jelenik meg baloldalt, a User Data csomópont alatt a tábláink Jó, ki is lehet bontani. Itt látszik, hogy ez egy virtuális shape tábla, és van neki geometria oszlopa. Ugye, amikor megjelenik a geometria oszlop, akkor váltunk át igazándiból a klasszikus adatbázis kezelésből, a télbeli téladatbázis kezelésbe. Na, kérdezzük is le ennek a táblának a, az adatait, jobb klik a tábla nevén, és query table. Egy klasszikus lekérdezést hajtottunk végre, itt a SQL query ablakba beírtuk ugye a select, csillag, from és a tábla nevét, és szépen kilistázta nekünk ide a szoftver a táblában évő adatokat, és itt alul pedig lehet lapozni. Ugye itt az első 20 sor látható. A geometriai oszlopban pedig ugye blob ö, ö, típusú adat szerepel, ez, ez azt jelenti, hogy binary large object, tehát nagy bináris objektum, kb. bármi lehet, de mi tudjuk, hogy ebben tél adat van, jobb klik, és előhozzuk az adott soron a blob explorer-t, ami meg fogja jeleníteni, hogy milyen adatunk van, és szépen látható, hogy itt van az adott régiónak a kontúrja alakja, ránagyítok, ugye a Geometry Explorer segítségével megjelenítjük, és látszik, hogy multipoligon, és a poligonnak a leírása itt szerepel. És ha ez a kis grafikus alkalmazás képes különféle leíró nyelvvel ö, megjeleníteni ennek a poligonnak az adat fáját. mondjuk így, Mondjuk fogalmazzuk meg ezt így. Ebből ugye a VKT ö, lesz számunkra a legfontosabb, majd erről megint beszélünk. Most ez csak egy rövid betekintés, mert nem is ezen van a, van a most a hangsúly, hanem azt hogy egy picit megismerjük az alkalmazás KML, GML és ugye GeoJSON formátumba is megkapjuk. De hát egyelőre ez a legbeszédesebb számunkra. Oké, okay. ez megvan. Hogyha ez ezzel sikeresen megvagyunk, akkor meg kell ismételnünk ezt a műveletet többször, hogy a régiók után jöjjenek a provinciák. Jó. Tábla neve legyen az, hogy Prov 2011 alulvonás S. Uh, tegyünk ide is egy alulvonást, ha már tettem az előzőnél, nem kellett volna, felesleges, SRID ugyanaz, Jó. és Windows Latin 1 karakterkódolás. Jó, meg vagyunk. Jön az utolsó, a Community com alulvonás 2011 s eser id oké okay. jó nézzük meg azért hogy minden táblában van-e valóban adat itt vagyunk a communitybe blob explorer oké okay. stimmel provincia euh, query table blob explorer puff nagyszerű Szépen, ezekkel meg vagyunk. Jó. Tehát most a városoknak az adatait kell olvastunk, és ahogyan mondtam, ez nem shapefile fájl lesz, hanem veszővel szeparált, elválasztott vektor, tehát olyan, mint az Excel tábla, csak az oszlopoknak a határát egy vesző fogja ö, ö, megadni. Ez egy nagy fájl, ezért nem nagyon érdemes sima szövegszerkesztő notepad alkalmazásokkal megnyitni. Na, a virtuális CSV tábla létrehozásához pedig a, egy lapocska, a linkel ikonra kell majd klikkelgetnünk. Jó, itt látható. Klikk. Kilistázzuk a dataset mappából, a Cities ezer mappából ezt a txt fájlt, 22 megabyte, azért egy sima txt fájltól ez nem pici méret, megnyitjuk, és itt is ugye importálásról van szó, tehát be kell állítanunk bizonyos dolgokat. Ugye először is ugye az első sor az ilyen szöveges fájloknál jellemzően az oszlop neveket tartalmazza, hogy tudjuk mi mi. Ez itt most nem igaz, ezért kivesszük. Utána megadunk text szeparátor, ami nincsen, oszlop separátor viszont van, ami esetünkben tab. Jó. És van egy decimál szeparátor, ugye a tizedes vessző, ami pedig pont. És még egy fontos dolog van, amit itt állítani kell, hogy mi a karakter kódolás ugye, hogy ö, hogyan, milyen, milyen, karaktertábla segítségével tudjuk ö, értelmezni a byte sorozatot, Kat, amik a benne szerepelnek, és ez utf 8 al van kódolva. Tehát, hogyha beleklikkelünk ebbe a listába, és megnyomjuk az U betűt, akkor odaugrik, hogy UTF-8. Oké. Okay. Oké, okay. nyomjuk meg. Megtörtént a importálás létrejött a virtuális CSV tábla, és kérdezzük le. Jó? És szépen megjelenik az adat. Jó? Első 100 sor itt van, és szépen tudunk menni itt alul, lépkedni, ugye hátra, meg előre, és látszik, hogy 501-től 1000-ig jelennek meg az adatok. És akkor itt tudunk lépkedni, lapozni a lekérdezésekben. Jó, és visszamegyünk. Na most az látszik, hogy mivel automatikusan beimportáltuk az adatokat, így az osztop nevek nem túl beszédesek. Tehát oszlop 5, 6, 7, 8, ezek a nevek. Mi viszont tudjuk, hogy az 5-ös és a 6-os az egy koordinátát ír de ezért ebből majd egy pont típusú térbeli adatípus tudunk majd meghatározni az adott vonatkoztatási rendszerben, hogy térképet tudjuk rakni az adatokat. Jó, tehát ezzel el is érkeztünk a videó végéhez, Létrehoztuk az adatbázisunkat, Ugye mentenünk nem kell, hiszen ez automatikusan megtörténik, amikor a táblák létrejönnek, az adatok perszisztensen tárolódnak az adott virtuális SHP CSV táblákban, ezért maga az adatbázis fájban már minden szerepe. Oké, innen fogjuk legközelebb folytatni, és akkor megpróbálunk lekérdezéseket megfogalmazni a különféle táblákra. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem ma is, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!